Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Hagyományok, amik összekapcsolnak. Disznóvágás Diszelben. 900 kilométerről érkezett magyarok. Állampolgársági eskü. Lakossági fórum Tördemicen. Téma a rezsicsökkentés. Az áldozat 170 kilós volt, nem adta magát könnyen, de elszánt és gyakorlott szakemberek hamar segítettek bevégezni sorsát. Disznót vágtak szombaton reggel Diszelben. Egy egészen picit megzavarnánk a munkálatokat. 9 óra tájában érkeztünk, és már darabokban láttuk csak az áldozatot. Mikor álltak neki a munkának? 7 óra 48 felé. Akkor mentünk lecsafteróni szegény országot, de hát... Picit megcsúsztunk, már egy picit meg is viccelt bennünket, úgyhogy ez benn van a pakliba. Mit jelent, hogy megviccelte magukat? Hát úgy, hogy megsokkoltuk, rosszul dűlt, és kiesett a sokkoló. És futott egy kört az udvarba. Hát ez benn van, nincs mese. Végtisztességet megadták-e, volt-e áldomás? Természetesen, már előtte is, nem csak utána. Mit lehet tudni az állatról, mekkora volt? Hát az állat az 161 kiló volt. Gyönyörű, nagyon szép kis jószág. Jokec Pista a kománk, ő szokja nevelni most már évek óta mindig itt erre a falu disznóvágásra, hogy őtől lehozzuk. Szép volt, csodálatos. Elég mostoha az idő, korán reggel esett is, zavarta ez a munkálatokat? Hát végül is zavarni nem zavarta, csak hát az friss idő. Hát az, de az a jó ilyenkor disznóvágáskor, ez az igaz. Jobban esik a melegbor, jobban esett reggel a pálinka, úgyhogy... Ilyenkor hogy megy a bontás? Hogyan bontják? Szalonnára, sonkára is bontják-e, vagy feldolgozzák az egész disznót? Hát ez most az egész fel lesz dolgozva, ugye már estére itt buli lesz, és arra kell itt a séfmesternek az alapanyag, úgyhogy itt most mindent szétbontunk. A szalonnák, sonkák azok maradnak egyben, mert ugye lesz majd a gyepitiptás, ez meg az is az a föl lesz füstővel, el lesz téve, meg lesz érleve, az majd akkor lesz elfogyasztva kint a hegyoldalba. Tulajdonképpen ez is városi rendezvény, aminek csak itt adunk hely tulajdonképpen a település vagy a város részen. Immár a 5., 6., nem is tudom pontosan hányadik alkalommal. Egy szép hagyományt próbáltunk ebből keríteni, és úgy gondolom, hogy ez megérett arra, hogy minden évben ezt tulajdonképpen, mint városi rendezvényt ezt meg tudjuk csinálni. Hisz úgy gondolom, hogy minden település életében fontosak azok a hagyományok, melyek vagy voltak, vagy amiket esetleg bevezetnek, és egy kicsit ezáltal a település részen lévő lakókat egy kicsit összéphozza egymással, baráti lesz a hangulat, és tulajdonképpen egy kicsit egységesebbé válik a kör. Most nagyon nagy a sürgésforgás, dolgoznak a disznón, este viszont a mulatságé lesz a főszerep majd. Ilyenkor az esti mulatságra azért a városból is kijönnek, vagy inkább csak a diszeli lakosok azok, akik elfogyasztják a finom ételeket? Igen, hát azért azt hozzá kell tenni, hogy egy nagyon szép kis szosza volt, ez egy ilyen 160 kiló volt, úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen a hízalónak. Ami pedig a kérdés második részét illet, igen, a város részből, nem csak a város részből, hanem meg a városból is jönnek, vannak szétszáma jelenkezők, és remélem, hogy a Röfi által, vagy a Röfiből készített megfelelő vacsorát, disznótort mindenki megfelelően tudja értékelni és ízleni fog majd. És már gondolom, itt reggel megágyaztak, már elárulták nekünk itt, hogy megágyaztak ennek a disznónak, de este mivel fognak megágyazni a vacsorának, mit fognak fogyasztani majd az ételek mellé? Hát egy kis hajagoshegyi és csobánszhezi nedűt fogunk fogyasztani természetesen, és egy kis indítónak egy kis vagy szilva vagy barackpálinka fog lenni. Ezek a diszeli vacsoránk, amiket nem csak a diszelieknek, hanem a tapolcaiaknak is készítenek, itt a falu beliek, és konkrétan ugye a Benekocsma, mindig nagyon-nagyon népszerűek. Az idei este is azt hiszem, hogy nagyon finom étkekkel fogja várni azokat, akik megkóstolják ezt a nagyon szép disznót, amit elkészül. Hallottuk már többektől, hogy 170 kilós volt. Mi készül ebből a 170 kilóból? Egy finom húsleves csinálunk, cérnamettéltel, aztán májasurka, véresurka, kolbász, hagymás burgonya, káposzta hozzá köretnek, és egyéb sültek, csülök, oldalas, tarja, azt kemencébe sütjük, hogyha mégis valaki nem csak a hurkát akarja, akkor legyen valami húsétel is külön pluszba.
korán reggel már, akik itt sürgölöttek, forgoltak, egy nagyon finom reggelit is kaptak, ami párját ritkítja, nagyon sokféle finomságból lehetett válogatni. Igen, egy kis resztelt májat csináltuk a friss májból, és azt szolgáltuk fel. Plusz voltak disznósaj, tepertő. Nagyon szép a terem. Igazából megadják a módját ennek a mai vacsorának. Igazi disznó tor lesz. Tényleg nagyon szép a terem. Minden alkalommal így készülnek? Igen, szeretnék egy kicsikét ünnepélyessé tenni. Mégis az elég sokan eljönnek. Most is végül is telt ház van a rendezvényen, és talán siker hozzá egy kulturált környezetbe, várjuk a vendégeket. Mindig sokáig tart a buli, a mulatság, mire lehet számítani ma este? Hát általában hajnal 4 óra, 5 óra, mire véget ér a rendezvény. Megható ünnepség helyszíne volt szombaton délelőtt a Tapolcai Városháza. Gyimesbükről érkezett Tapolcára Tankó György, felesége Erzsébet és unokájuk Melinda, hogy állampolgársági esküt tegyenek rokonaik és barátaik körében. Erdély ország sok szép vize, básókat ittam belőle. Ittam, s innom kell belőle, mert kénytelen vagyok véle. Esküszöm. Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak. Magyarországnak. Hű állampolgára leszek. Hű állampolgára leszek. Az alaptörvényt, és a jogszabályokat, tiszteletben tartom, és megtartom. Hazámat, erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segítsen. Köszönöm szépen. Igen, nincs tovább. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És hát jó magyar szokás szerint ugye egy frissen sült kenyérrel is. Ugye nem olyan, amilyen a Erzsi néni csinál a gyümesbe, másmilyen, de biztos ez is finom. Fogadjátok nagy szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Erzsi mama. Sok puszit kapunk most. Köszönjük szépen. Keletről a felkelő nap irányából érkeztetek, ahonnan fényt, békességet, bölcsességet és tudást kapunk. Messziről jöttetek, valószínű egy némely dologban másképp gondolkodunk, más utat járunk be az életünkbe, de nagyon sok a közös bennünk. Többek között közös a nyelvünk, a hitünk, a magyarságunk, és ezek nagyon erős, szétszakíthatatlan kötelékek. A magyarságunk megélésének érzését évtizedeken keresztül el akarta venni tőlünk a nemzetellenes hatalom. Magyarországon nemhogy kimondani, de szinte még gondolni sem volt szabad azokra volt honfitársainkra, akik vesztes háborúk vagy nagyhatalmi békediktátumok miatt határainkon kívül regettek. A határon kívül magyarokat folyamatos megaláztatások, hátrányos megkülönböztetések érték, és sajnos érik mind a mai napig is. Nem volt joguk, hogy anyanyelvön tanuljanak, imádkozzanak. A 2010-ben megalakult új országgyűlés az első törvényei között május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely lehetővé tette 2011. január 1-től a magyarok egyszerűsített kedvezményes honosítását. A közel 70 éve bezárt kapuról leletvéve a lakat. Most már lehetőség teremtődött arra, hogy határok felett egyesüljön a magyarság, legyen a székely vagy csángó, délvidéki vagy kárpátaljai, felvidéki vagy őrvidéki. A mai napig közel 600 ezeren adták be kérelmüket, és több mint 500 ezeren le is tették állampolgársági esküjüket, csecsemőtől a 104 éves korig. A 2011. május 25-én elfogadta a Magyar Országgyűlés Magyarország alaptörvényét,
amelynek D-cikkeiben az alábbiakról rendelkezik. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határon kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Ezen kinyilatkoztatás alaptörvényben való rögzítése nagyon fontos állomása volt a mai magyar határon túlélő honfitársaink életében. Tisztelt barátaim! Számomra felemelő és megtisztelő érzés, hogy itt Tapolcán a gyümesbüki Tankó család három tagja állampolgársági esküjét én előttem tettétek le. Ti nem követeltétek az állampolgárságot, nektek járt, mert gyimesi csángók vagytok, magyarok vagytok, otthonról jöttetek és hazaérkeztetek. Onnan jöttetek, ahonnan őseitek a csíki székelyek és a székely csángók származnak. A keleti Kárpátok ölelte Gyimesvölgyből érkeztetek, ahol a három település, Felsőlök, Középlök és Gyimesbük, a Tatros folyó néhány száz méter széles és 30 kilométer hosszú fővölgyében és annak mellék ágaiban az úgynevezett patakokban, szétszórt házcsoportokban helyezkedik el. Ti, egy csodálatos vidék gyimesbüki településén, Petki patakában, a történelmi magyar határtól pár száz méterre, a több száz éves katolikus kontumáci kápolna közelében élitek hétköznapjaitokat. Számomra és számunkra nagy öröm, hogy innen közel 900 kilométerre lévő lakóhelyetektől Tapolcán kívántátok letenni az állampolgársági esküt, itt akartatok hivatalosan is újból magyarok lenni. Minden bizonyára ebben közre játszott a közel 15 éves ismeretségünk és barátságunk. A megismerkedésünk első pillanatától kezdve tudtuk, éreztük, hogy ez egy életre szóló kapcsolat lesz. Tudtuk és éreztük, hiszen az első találkozásunkkor már úgy fogtuk meg egymás kezét, hogy azt nem lehet soha többé szétszakítani. Tudtuk és éreztük, hiszen az első találkozásunkkor a vendégek hölgytagjai az általatok féltve őrzött csángó névviseletet már felpróbálhatták. Tudtuk és éreztük, hiszen Erzsi néni által frissen kemencébe sütött kenyerével, Gyuri bácsi regátból származó szőlő borával kínáltatok bennünket, és mindnyájan úgy éreztük magunkat, mint akik már ezer éve ismerjük egymást. Ezen régi ismeretségünk okánál fogva természetesen a szomszédból előkerült egy lemezjátszó is, és megismerkedésünk jókedve hajnalig tartott. Hajnalig, pedig ti tudtátok, hogy másnap kemény dolgos órák várnak rátok, mint minden nap. Mentetek szénát csinálni, a kaibába sajtot készíteni, de még előtte Erzsi néni elkészítette az igazi sporthelyen semmi másra nem hasonlító lerakott puliszkát, amellyel minden napig vártok bennünk, ha hozzátok érkezünk is, amely azóta is felségesen finom eleden számunkra. Csángó magyar, mivé lettél csángó magyar? Ágról szakadt madár vagy te, elfeledve, elfeledve. Egy pusztába telepettél, melyet országnak neveztél. Most se országot, se hazád, csak Úristen gondol rád. Idegen nyelv bedorít, nyom, olápapocskák nyakadon, nem tudsz énekelni, gyonni, anyád nyelvén imádkozni. Én Istenem, hová leszünk? Gyermekeink, s münk elveszünk, melyet apáink őriztek, elpusztítják szét nyelvünket. Halljuk, áll még Magyarország, Úristenünk, te is megáld, hogy rajtunk könyörüljenek, elveszni ne engedjenek. Mert mink is magyarok vagyunk, még Ázsiából szakadtunk, Úristen sorsunkon segíts, csángó magyar, el ne veszítsd. Fontos ünnepi nap ez a mai, hiszen a történelmeteknek a csángó himnuszban is megénekelt hányattatásaitoknak korszaka reményeink szerint ezzel az állampolgársági esküvel lezárulhat. Az állampolgársági eskütökkel a kirekesztettségetek szűnhet meg, a magyarsághoz való tartozásotok megkérdőjelezhetetlenné vált, hiszen ezzel az önkéntesen vállalt döntésetekkel mindennél világosabban kifejeződik a lelki összetartozásunk. Összetartozásunk annak érdekében, hogy a Bethlen Gábor által több mint 400 éve álmodott Kárpát-medencei tündérkelt eljöjjön. Együtt bizonyára sikerülni fog. Én ehhez kívánok nektek egészségben bővelkedő, hosszú-hosszú éveket,
A jó Isten áldjon meg benneteket. S milyen madár az a madár, ki kárt elbeszólani jár, csak szépen szól, de le nem száll, futok utána, meg nem vár. Várj meg, madár, még megvárnál, szíved rajta kibezárnál, mind drága kincset tartanál. A rezsicsökkentésről rendeztek fórumot a közelmúltban a Badacsony-Tördemici faluházban. Az eseményen Lasztovica Jenő, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, fontosak a hasonló alkalmak, hogy minél többen értesüljenek a kormány rezsicsökkentő politikájáról. Az eddig elért eredményekről Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a végrehajtásért felelős munkacsoport vezetője tartott előadást az érdeklődőknek. A Badacsony-Tördemici néptánccsoport fiataljainak fellépésével kezdődött a rezsicsökkentésről szóló fórum a községfaluházában. Megtelt a terem érdeklődőkkel. Házigazdaként előbb Volmut Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Lasztovica Jenő, a megyei közgyűlés elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az elnök gratulált a település elmúlt időszakban tapasztalható fejlődéséhez, és bejelentette, a Balatonfejlesztési Tanácson keresztül várhatóan 15 millió forint támogatást kapnak a strand rekonstrukciójához. A rendezvényről szólva kiemelte, fontos, hogy minél többen értesüljenek a rezsicsökkentés részleteiről. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos nem csak az emberek számára, hanem a képviselők és a kormány számára is nagyon fontos, hiszen láthatjuk azt, hogy a mai napokban is az Európai Unió irányából elég komoly kritikák, támadások érik a magyar kormánynak azon szándékát, hogy tovább szeretnénk csökkenteni ezeket a közüzemi díjakat, amelyek nagymértékben terhelik a lakosságot. És azért jók ezek a személyes kapcsolatok, mert így el lehet magyarázni az embereknek, hogy erre miért is volt szükség az elmúlt évben, és miért van szükség a következőekben. Az, hogy kialakulhatott ez a helyzet, hogy Európa egyik legmagasabb közüzemi díjait magyar lakosság fizeti, ez hogy alakulhatott ki, miért alakulhatott ki, milyen felelőssége van az elmúlt 2002-2010 közötti 8 évnek, amit a Medgyessy Gyurcsány bajnai kormány vezetett. Tehát ezekről kell tudni a lakosoknak. Ez alapján meg fogják érteni azt, hogy igenis megvannak azok a gazdasági és gazdaságpolitikai eszközök, amelyek bevezetésével csökkenteni lehet ezeket a költségeket, amely minden család számára több 10 000, akár 100 000 fontos megtakarítást is jelenthet évente. Az árak csökkentéséről Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős munkacsoport vezetője tartott előadást. Ebben ismertette az eddig elért eredményeket. Kiemelte, hogy már egy körben kérték az embereket, álljanak ki az elképzelés mellett, és most újra meg kell védeni a rezsicsökkentést. Magyarország nem hagyja magát eltántorítani erről az útról, mind a külső, mind pedig a belső támadásoktól megvédjük. 2,5 millió ember írta alá ezt a dokumentumot, és most többek közt ezért van ez a rezsicsökkentő fórum, hiszen a rezsicsökkentésnek egy új szakaszába értünk. Idén is csökkennek a költségek, ugye 6,5%-kal április 1-től a gázára, 5,7%-kal a villanyára szeptember 1-től, és a távfőtés ára a városokban, ahol elsősorban a lakótelepeket érinti, 3,3%-kal. És lám-lám, már is itt van az Európai Unió első támadása, amiben felszólítják hazánkat és még néhány Európai Uniós tagállamot, hogy szüntessék be azt, hogy ők államilag meghatározzák a lakosságnak az árat, tehát hogy csökkenjen. Úgyhogy van még feladatunk, az április 6-ai választásnak is az a célja, az a legfőbb döntési pontja, hogy marad-e a rezsicsökkentés politikája, vagy azok az arcok, akik most nemrég összeálltak Gyurcsány Ferenc vezetésével, nevezzük csak Gyurcsány koalíciónak őket, ők jönnek vissza, és az egészet vissza fogják fordítani. A fórum keretében a jelenlévőknek lehetőségük volt aláírásukkal is támogatni a kormány árszabályozó politikáját. Nézzük híreinket röviden.
Hagyományok, amik összekapcsolnak. Disznóvágás Diszelben. 900 kilométerről érkezett magyarok. Állampolgársági eskü. Lakossági fórum Tördemicen. Téma a rezsicsökkentés. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!